Na, hoztak még árut. Itt vagyunk a Hádánál. Most végeztem. 12 óra 18 van. És most várom, hogy kicsit lehűljön az autó, mert borzasztó meleg. Itt van a vásárfia. Na, sziasztok! És elhoztam magammal a selfie botot, de valahova hirtelen ledobtam, amikor láttam, hogy már itt kilométeres sorra hát a bejáratnál, úgyhogy én is szaladtam. Itt 10 perc nyitás előtt értem körülbelül ide. Hát, vegyesek az érzelmeim. Egy dolog az, aminek nagyon örülök, hogy Izának találtam egy nagyon szép Next, hosszú, gyönyörű szép, ilyen egyberuhált, ilyen Play Suite nevezetűt. Aztán a többieket megmutatom, hogyha hazaért. Alex otthon van a Lacival, úgyhogy nem tudom, mennyire tudná te dolgozni, szóval nyargalnom kéne. Az a csak várok egy picit, mert valami borzasztó. Meleg lett. Ja, így. Nem tudom, hol tettem a selfie motort. Passzolok, nem tudom. Gyorsan reggel egyébként hajat mostam, úgy kezdtem, amíg még Alex aludt. És vizes hajjal jöttem el ide. És ezerrel fújták a légkondit, úgyhogy remélem, hogy nem fáztam meg. Kicsit fázott a fejem, látom sem megszeret, szóval ilyen a hajam, hogyha így szabadon szárad meg. Fésüm is van, itt minden elkészültem, de szerintem inkább megyek hozzá, csak egy picikét legyen. Hűvösebb az autónak, felforrunk itt. Nézzétek meg, olyan jó, hogy vettem a Rossmannban ilyen nagyon cuki, kis táskába bepakolható rózsás szatyrot, ez most tök jól jött. Lepakolunk. Vinyogni fog az autó, hogyha így indulunk el, hogy itt ilyen tömegünkben. Esküszöm, nem tudom, hova tettem a szelfibotot. Na mindegy, menjünk haza, és akkor megmutattam, hogy miket sikerült nekem is, meg a barátnőm kisfiainak is venni. Na itt van. A számlák közébe suhasztottam a szelfibotot. Atya Isten, pont 5 forint kellett volna most, amit adnom kellett volna még így. Jézus Isten, hát itt lesz még kitakarítani. Ott az a világ. Magrika jár el a gyerekekkel, ezzel az autóval, és hát, ja, kicsit lelakják, de majd most lesz 3 napig is kitakarítunk. De lényeg, hogy megvan a selfie botja. Na jól van? Talán most már egész tűrhető lesz, úgyhogy pápáhádat, tök jó volt így belebontás, jövök még a kezem is meg belebontás napján jönni, de közeljövőben nem jövök. Van egyszer, de kiköltöztettem horgászni, és Hurka figyeli, hogy mit csinál itt. Azaz, ügyesen! És akkor itt van puszedni, mindjárt itt kihozom ide a kis zsákmányunkat. Jaj, de kíváncsi valaki! Mi van nekünk itt, ugye? Micsoda illatok! Sok-sok idegen ember illat. Na, itt van a számla. És akkor mindjárt megnézzük őket részletesen. Na, én régebben egyébként nagyon szerettem a helyet, amikor még a fiúk is kicsik voltak, meg amikor még a gizés nagyon picike volt. Rengeteg kis 50-es, meg 44-es kis ruhát találtunk ott nekik. Szóval a baby nagy, 2 ládányi volt most. Régebben 4 ládából lehetett így keresgélni. Szóval akkor imádtam, főleg az ugye, hogy használt ruhát veszünk, ugye, és meg tudjuk nézni személyesen ott, hogy milyen állapotú, és azért ez a HDS borzasztó drága, és most emeltek, képzeljétek el, és már iszonyat, szóval most már 1999 volt eddig, most pedig már 9499 most, és a női ruházatnak 6499 forint, akire de ez mondjuk hülyeség, mert az meg fel volt címkézve. Egy pólót elhoztam, ugye mutattam, mert ezt Magdikának a lányának fogom azt adni. És akkor külön bontotta a fürdősortokat is. Úgyhogy most, amíg itt így beszélgetek, így be fogom ide nektek tenni valahogy oda, szerintem inkább oda, ott nagyobb hely lesz, hogy milyen sor állt, amikor odaértem. 10 perc nyitás előtt értem egyébként oda,
és milyen sor állt, amikor végeztem, és képzeljétek el, most kiszámoltam, 1 óra 10 percet álltam sorban. Úgyhogy, és azért jöttek ezek a plüssök, mert nem is néztem volna meg a plüss szekciót, de ott álltam pont mellettem, úgyhogy ez jól ki volt találva. Úgyhogy ezért ugrottak be ezek a plüssök, és addig, amíg ott unatkoztam, sorban emelés közben, addig megnézegettem őket, így egyesével elmentem, persze az üzletnek a másik végében volt a mérleg, szóval le lehet mérni, be kell ütni a kódot, és akkor megmondja, hogy mennyibe kerül, mekkora a súlya, és mennyibe kerül. Szóval nem megy teljesen vakon, meg tudod nézni a kilós plusz árfolyam alapján is, hogy mi mennyibe került, és szerintem kezdjük a plüssökkel. Jaj, lehetettem az egészet, nem mindegy. Kezdjük el össze is a plüssökkel. A plüss összesen 24.506 forintot fizettem, brutális egyébként használt ruháért és használt játékért. Mi mindjárt megnézzük, hogy hány darabot vettünk ennyiért, és Valinak is vettünk a két kisfiának. Szóval neki küldtem a fotót, amit találtam, és akkor egyeztettünk, hogy szeretnék-e, úgyhogy nekik is hoztunk dolgokat. Na de kezdjük. Először is hát nem tudtam ott hagyni. Egy nagyon kis cuki teknőske, annyira édes. Nincs még elég plüssünk. De ez amiatt van, hogy sorba kellett ugye állni. Egy kis Ari nyuszi, nyuszi királylány, vagy nem is tudom, hercegnő, hát annyira tündércuki. Ez egyébként azt hiszem 180 forint volt, ez meg van ez egy babzsák egyébként, tehát ez ilyen 350 forint volt. És Lisa imádja ezeket a nagyszemű állatokat, és még egy lesz majd itt ilyen nagyszemű, aha, ő is babzsák. Hát nem tudom mi ez, egy malac unikorn is, de imádja őket így elalvás előtt így morzsolgatni. Nem tudom, ez mini mocu. Hát nem mindegy, ez nem is érdekes, csak megmutatom, hogy amíg sorban álltam. Addig ezeket ott nézegettem, és akkor én, aki nem engedem, hogy nézzék a mancsmániát, hát sajnos bekuszott hozzánk is a mancsmánia. Lizának ez a kutyus, ez a kedvence. Úgyhogy gondolkodtam, hogy elhozzam el, megnéztem, hogy mennyibe került, és azt hiszem 1700 forint, vagy 1800 forintot írtam jelleg rá, szóval hát elhoztam neki. Az öröme az arcán, az egyébként mindent megér. És az utolsó, nem, utolsó előtti Noénak is hoztam egy kis kékszemű, nem tudom, fogalmam sincs egyébként, na ez már ez a TY márka, fogalmam sincs, hogy ez micsoda. Tényleg nem tudom, ez milyen állat? Van neki unikornis szarva. Hát, mindegy, Noénak is legyen, hogy ne csak ne sírom majd, hogy a persze a Liza kap, ő meg soha semmit, szegénykém a sok tűzoltóautójával soha semmit, hát tudjátok, hogy milyenek. Na és akkor hát most nem tudom, hogy ez a legcsúnyább nyuszi plüss, amit életemben láttam, vagy ez aranyos, és a Lizának nagyon fog tetszeni, de hát és már nézem, hogy Alex mit csinál. Na, egy tudom nektek is, itt van. Szóval itt valami vizet mer ki oda, mert nem baj, meleg van. 31 fok van, úgyhogy semmi vész nincsen. Majd leveszem róla a pólót, hogyha végzett a pacsálása, de addig ugye tudok nektek videózni. Szóval ez a kibaste Bunny Surprise. Ebből van cicás is, meg van nyuszis is, és a Lacit is megkértem, meg a Valit is megkértem, hogy nézzék meg nekem, hogy mit tudunk ezekről. Nekem rém lett egyébként egy ilyen retro játékos csoportból, mint hogyha már láttam volna ezt. És hát eBay-en 7000 forintért vannak ők megkiretve, de hát van hozzájuk elvileg 3 darab picike nyuszi baba, és az ugye nem volt. Hát megnézegettem belőle, ide bele lehet tenni. Picit nem is olyan szépek egyébként, majd keresek róla egy képet. A picik sem annyira szépek, hát nyilván milyenek lennek, hogy az anyukájuk se túl szép, de hát nem tudom, nektek tetszik? Érdekes. Lizának biztos, hogy fog tetszeni. Amúgy a feje cuki lenne. Hát, mindegy, a kislányoknak szerintem ez
szomszédkot is teli találat. Na Lili nem, menjél le, jó? Szóval ennyi volt a plusz. Ez egy, kettő, mennyi? Öt, na, nem. 6 darab plüsszöcske volt összesen 3867 forint, úgyhogy annyira szerintem ez nem volt rossz vétel, főleg, hogy ugye Liza mennyire fog örülni nekik. Aztán ugye megkeresem az egy szem felnőtt pólót, a Magdikának az egyik lányának volt régen ilyen autója, és neki gondoltam, hogy ezt elhozom. Ez a bogárhátús póló. Hát ő nagyon picike, tehát nem XS-es lenne a mérete, de hát nem tudom, otthon lehet, hogy ilyen oversize pólónak neki ez jó lehet. Ez 1500 forintért nem hagytam ott, szerintem nagyon kis szépséges. Úgyhogy ennyi. Nem is nézegettem nagyon meg a felnőtt ruhákat, csak amikor álltam sorba, akkor láttam, hogy valaki éppen visszarakta. Úgyhogy én le is csaptam rá. Na, akkor most jöjjenek a gyerekruhák. Szerintem kigyűjtöm ide külön, hogy mit vettünk Valinak a két kisfiának, és utána pedig jön a mi motyónk, csak sikerült levernem. Na. Szóval. Egy vadi új címkés autós póló. Neki 8-9 éves méret kellett volna, hát ez mondjuk 9-10, de 134-től 140 centig jó. És szerintem jó lesz. Vagy ha idén nem, akkor majd jövőre, de nagyon-nagyon cuki. Úgyhogy ez az egyik, amit neki találtam. A másik pedig szintén a nagyobbik kisfiának egy Gap 8-9 éves, hát bézs színű, világos barna. Naci, nagyon szép, hát az iskolában ugye már azért, hogy elköztök nyáron ilyesmiket hordanak, és akkor a kisebbik kisfiának pedig szintén egy Gap, vadi új címkés, 5 éves méretű sortot, nem fürdősort, hanem ilyen sima oviba járós, vagy akár még játszótérre is jó szerintem sort, úgyhogy ezt találtam nekik. És akkor, hát, hogy csináljuk? Csak így begyűltem gyorsan ide a szatyrokba, mindegy gyorsan, ahogy jön, úgy mutatom, jó? Minél hamarabb végezzünk, még minden jól megy, meg is fogom tudni vágni, mielőtt a tesók hazajönnek az Ovi-ból, a Liza és a Noé, ugye? És gyorsan be tudom őket tenni mosásba is. Szóval, van egy Next 116-os, hát vadi új, úgy látom, sort, ami 6 font volt valaha Alexnek, jó lesz, sőt le volt árazva, 2,5 fontra valahol leáraszták. Na mindegy, nagyon jó, ennek is nagyon jó puha anyaga van, és hogy látottuk, ez vadi új. Aztán még egy sort. Ez is egy Next 116-os keki színű sort, és enyhén csíkozott. Nem tudom, hogy mennyire látszik, de nagyon szép a mintája. Aktív kötős, helyes, nagyon jó. Így ez is Alexé. Alexnek ugye minél puhább egy sort, ugye annál jobb, neki csak azok jók, mert ő nem tud járni, ugye, és a babakocsiba ülni, vagy így most így lent a földön ülni. Tökéletes. Na, következő. Ez már jövőre Alexnek, 122-es, szintén Next sort. Tök jól néz ki, szerintem. És kockás.
és neon narancssárga két kockás sort. Az első dolog, amikor berohantam, az volt, hogy leelőzzem ugye a zsákos Frodókat. Ugye, hát szokásuk óriási zsákokkal érkezni, csapatoknak is ugye mindent észrejük vele kapkodnak, úgyhogy most én is ezt csináltam. Fogtam, felkaptam egy kosarat és kielőztem őket, és oda szaladtam a fürdőnacikhoz, és azokat kapkodtam le, amik ugye ilyen pókember, vagy nem is tudom, amik úgy tetszettek színre, meg hát ilyesmi fiúknak ugye legyen, hogyha mennek majd a Velencei tóra pancsolgatni így hétköznap, akkor legyen nekik. És hát olyanak ugye most a pókember a minden. Erre pedig fogok tudni külön árat mondani, 4-5 éve 104-110-es méret, mert ugye ezt külön, nem tudom miért, de valamiért ezt külön mérte le az eladó, és külön árat is mondott rájuk, hogy elfogadom-e. Úgyhogy két pókemberes sorttal lettünk gazdagabbak, Noélnek nagyon fog örülni, és akkor ez is 104-es, hát szerintem ez Alexre is simán jó. Ezt én inkább Alexnek gondoltam, és ez egy nagyon helyes kis autók vannak, kis Volkswagen-szerű busz van rajta. Ugye megnézem, hogy 4-5 éves méret, hát tökéletes ugyanakkora, úgyhogy hát aki kapja, marja. Most a fiúknak a dereka az úgy nagyjából megegyezik. Szóval ez is annyira jó kis vidám sort. Ezen gondolkodtam, megkérdeztem magát, hogy biztos elhozzam-e Next 110-es. De azt mondta, hogy szerintem menő, úgyhogy nyugodtan. Úgyhogy még egy sortjuk, ez a 5 darab kis fürdősortuk. Fürdősortjuk lett így a nyárra, idénre. És igen, ez Alex 116-os, tehát ez csak jövőre lesz jó, mert olyan, nem tudom, olyan bőséges. De aktív a kötője, hát meglátjuk, de nagyon aranyos, nagyon tetszik. És erre most viszont tudok külön árat mondani. 4417 forint volt 5 darab sort. És szerintem ez tök jó ár. Én nem tudom, mostanában nem nézegettem, hogy a Tesco-ba megítottam, ott mennyibe kerül. Talán a H&M-ben néztem, hogy ilyen 3-4 ezer forint egy ilyen, főleg ezek a jobbdíjas Disney és egyéb Marvel figurás sortok. Úgyhogy szerintem ez ennyiért egészen tűrhető. És ez egész nyarat lepedő short állományuk meglett a fiúknak, ennek nagyon örülök. Egyébként jó, aztán na most akkor, jaj, még egy, hoppá, akkor viszont plusz egy, ez itt maradt, egy Toy Story is, vadíj sort, hát akkor 6 darab sort került ennyibe, nem tudom, meg volt itt a kis táskámban, és akkor a Lizának ez mekkora egyébként, Noé, méret 104-es Noénak lesz. Tök szép egyébként. Próbálom megfejteni, hogy honnan, hol árulhatták, de hát nem tudom. Primark, ha itt van rajta Primark. Úgyhogy akkor 3 fontra, gondolom szezon végén ezeket valahova elpaterolták, és utána odaadták ugye a Hádának, ugye rengeteg Primark, F&F, Lupilu, meg River Island, meg Next dolog van, amik ugye a szezon végén megmaradnak a boltokban, és akkor ugye itt kötnek ki a Hádában, hát így most már sokkal jobb, hogy 6 darab sort, még egyszer, 4417-et. Hát azt mondom, hogy szerintem ez korrekt volt. Na, és akkor jön a Liza. Hát ezt nem tudtam otthagyni. Tulajdonképpen egyébként ilyen külszoknyáért mentem, illetve majd ilyen egybeoveralért. Meglátjuk, hogy jó lesz-e neki, amit találtam. Ugye azt nehéz. Nehéz így a gyerkőc próbálása nélkül megvenni. Mi baj van? Cicuska itt nyávog. Gyönyörű. Nagyon szép színe van. Hát szerintem ez egyébként nem nyári. Nem is tudom hány réteg. 1, 2, 3 réteg. Hát tavaszi per őszi egy harisnyával, de meglátjuk, hogy
nem tudom, egy olyan 23-24 fokig szerintem még akár nyáron is jó lehet. Mindegy. Pontosan ilyenért mentem. Jobban örültem volna neki, hogyha ez itt, ez a felső rész, ez sima ezüst. Nem tudom, ez arany, ebből a River Island fegyirattal kicsit furi, de majd ráhúzzuk a pólót, és akkor annyira nem fog látszani. Aztán... Jaj, a fiúknak még itt maradt. Hát, igen. Bocsánat, de még egy fiú dolog. Egy, hát ezen gondolkodtam, hogy elhozzam, vagy ne hozzam el, de szerintem, mert rózsaszín. De szerintem ez Alexnek fog tetszni egyáltalán, ez nem lány. Ing. Most így nézegetem, hogy kicsit így fontosabb itt a válla. Lehet egyébként, hogy ez egy lány ing lenne. Ó, Alex, megracsold a növényeket! Ó, na, erre nem is gondoltam. Alex itt növényt racsolgat. Azokat ott. Hát, és itt karcsúsított lenne? Hát, túl azt mondtuk, hogy Elizának találtam egy Ralph Lauren juice-t. Nem tudom, egyébként Alexnek gondoltam. Fogalmam sincs, hogy ez most fiú vagy lány. Tök jó, a fiunk is, meg lányunk is, kárba nem mész. Na jó, majd megfejtem. Szóval, akkor van itt egy ilyen unisex rózsaszín ing. Gondolkodtam egyébként, hogy elhozzam el a fiúknak, de szerintem mondjuk egy ilyen, pont egy ilyen szép drap nadrággal, ez nagyon jól tud kinézni. Úgyhogy végül is úgy döntöttem, hogy jöjjön. Aztán ez volt a következő dolog, amíg gondolkodtam, hogy jó lesz-e Elizának. Na ide most kellett volna, hogy felpróbálja. Ez egy Next kezes lábas. Ugye látjátok, hogy ez egy kis short, és akkor felül olyan szép húzott gumis, és akkor kis butyos az ujja. És 98-as egyébként Next, ez is. 98-as, úgyhogy hát vagy 98-as, vagy 104-es a mérete, ő most 96-97 centi magas, úgyhogy hát lehet, hogy már a 98-as az határeset neki, de megpróbáljuk, úgyhogy majd ki fog derülni. Szerintem gyönyörű egyébként. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy fog rajta állni. Hogy tartsam, hogy így, talán így látszik jól. Nagyon kis csinos. Hát igen, ezek a kis pléjek, ezek nem igazán szobatisztaságra szokás pártiak. Ugye hát az egészet le kell neki vennie. De mindegy, ez volt a lényeg, hogy csak egy ilyen, legyen egy pár ilyen felkapós kis ruhája. Aztán van egy ilyen sárga, ugyanígy egy kis short, ez szerintem jövőre lesz a mérete, de nagyon tetszett, hogy ilyen neon sárga színe van. Én is szerintem úgy emlékszem, hogy hey, ne! A cica itt felugrik. Nem, figyelnem kell itt félszemben a cica. Nem, 5 éves, igen. 5 éves, úgyhogy jövőre. A márkájátnek fogalmam sincs, talán ma talán. Mindjárt megfejtem. Hát ott tök jó volt, ott álltam. Egyik kezemben a táskám volt, a másikban a telefon, a harmadik kezemben pedig a kosár, és a negyedik kezemmel, ha lett volna, néztem, hogy milyen méret, és akkor mindegyiknél egy kifordítani, és valaminek a legalján van a méret, ma talán, igen. Nagyon jó, ez is szerintem vadi új. Zsebe is van itt elő. Hát ennél neon sárgább, mint ami itt látszik. Nem tudom, mennyire láthatok, de neon sárga. És akkor a kedvencem, aminek nagyon-nagyon megörültem, mert pont ilyeneket kerestem Lizának. Csak kifejtettem itt is, hogy megfejtsem, hogy mekkora méret. 104-es egyébként, szóval lett egy 98-as és egy 104-es ilyen play neki. Idén nyárra egy ilyen hosszú, laza, finom, lenge, Next Play. Na, én konkrétan egyébként ilyet kerestem, tehát tűszoknyát, és ilyen egybe lenge, Next Play-eket. Tavaly is volt nekünk
fú, nem is tudom, hat, azt hiszem, hat ilyen playünk volt, imádtuk. Szóval tényleg csak így felkapjunk, tavaly még ugye pörsös volt, és ezekkel az a kicsit macerás, hogy alul nincsen patent. Tavaly se volt, tehát a kisebb méret a 92-es méretnél sem volt, úgyhogy teljesen le kell venni, hogyha pelenkázni kell a gyerkőcöt, úgyhogy neki most csak annyi lesz a dolga, amikor elmegy pisilni, hogy ugye letolja majd itt a két kis pántot. Kíváncsi vagyok, hogy a 104-es mennyire lesz neki hatalmas, de gyönyörű, gyönyörű szép, szóval pont tényleg ilyet szerettem volna neki. Egyébként egy ilyen play, egy ilyen next play teljes áron 6000-7000 forint körül van már, úgyhogy ezért nem rendelek, és inkább keresnék használtan, csak nem vagyok biztos a méretben, ugye 98 vagy 104, valószínűleg a 98-as már kicsi lesz, a 104 még nagyon-nagyon bőséges lesz, de most lesz egy prototípusunk, hogyha ez a 104-es jó neki, akkor megpróbálok majd a Facebookon vagy Marketplace-en keresni anyukáktól, hát ha szerencsék lesz és találunk, de ennek is nagyon örülök, hogy ezt így megtaláltam. Úgyhogy ennyi. És a végére is értünk egyébként. Szóval nem tudom, hogy ez 24.500 forint, ez tavalyi áron számolva szerintem egy a 22.000 forint körül lett volna. Drága egyébként, drága. A sortokat, az úszósortokat, azoknak nagyon örülök, a plüssök is, hát igen. Plüssemet le van a szobája, de ezek nagyon cukik voltak. Összességében örülök, hogy elmentem, mert gondolkodtam azon, hogy most vágjak-e neki egyedül, ugye a Laci itt van volt Alex-el, mennyi idő alatt végzek, de aztán mégis összességében örülök, hogy elmentem. Hát az meg, hogy ennyivel került, használt ruha, hádás ruha. Hát látjátok, hogy azért így belebontás napján még találtam azért úgy megfelelő minőségűeket, amik ugye ilyen összegért, akár jóvételnek is számítanak. Hát most az F&F és a Lupilúra használtam, mondjuk, hogyha még foltos is, vagy bolyhos is, akkor azt mondanám inkább, hogy a szomszéd Tesco-ban, ugye Budaörsön, hát megveszik ugye nyilván az F&F-et olcsóban, mint a használtat, úgyhogy az nem annyira jó, hogy nyilván nem tudják úgy belőni ők az árat, hogy melyik a magasabb márkás dolog, vagy drágább, elevet drágább áru dolog, és melyik az, ami mondjuk így egy ilyen hipermarketnek a saját márkás terméke. Na jó, nem is húzom tovább a szót, én gyorsan megvágom ezt a videót, köszi, hogy megnéztétek, volt nektek most egy kis nyári ruha hol, úgyhogy remélem, hogy így kicsit tudtam nektek kedvezni nyári ruhákkal is. Alex nem egyedül ebédel, és halljátok? Hát még valami zenét is kaptál ebédre, Alex. Az. Valami mulatós zenét. Valami szomszédunk valamelyik? Te jó ég. De ezek itt néznek minket, ezek a kis plüssök. De megmutattam a Lacinak, és azt mondta, hogy ritka ronda az anyuszi. Hát, meglátjuk, hogy Liza mit fog hozzá szólni. Na, Alexa? Jó, van. Csodi, jó, én megiszom egy jeges kávét. És mindjárt kihozom a laptopot, és megvágjuk ezt a videót, igaz, Alex? Megvágjuk. Igen. Meg bizony, Csike is, Dió is itt van. Igen. Igen.